A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fejévár Televízió nézőit, fogas kérdések, és ahogy megszokhatták már ebben a magazin műsorban, a fogak kerülnek a főszerepbe. Dr. Csulak Fruzsinan beszélget velünk, vagy éppenséggel mutat meg különböző dolgokat fogászati kérdésekben. És hát a mai nap folyamán egy nagyon fontos ponthoz érkezünk, lekerül a fogszabályzó. Viktóriának ma lesz egy fogszabályzó készülék eltávolítása. Nagyjából azt hiszem másfél évig volt, igaz? Igen. Fogszabid. Ez egy úgynevezett passzív ölnigírozó készülék, ami most még a fogaim van. A fő feladatunk itt volt egy harapási eltérése, illetve egy kis torlódása, és egy mély harapása. Ezt oldottuk meg másfél év alatt. Azért sikerült ilyen gyorsan, mert nagyon jó időben kezdtük el a kezelést, tehát a frissen előtört maradó fogakkal már elkezdtük a fogszabályozást, illetve nagyon ügyesen hordta a fogszabályzó gumikat, betartotta az előírásokat, szépen tisztította a készüléket, vigyázott rá, és azért sikerült ilyen viszonylag fogszabályzás szemmel hamar befejezni ezt a kezelést, úgyhogy ma eltávolítjuk a készüléket a fogakról, illetve a maradék ragasztót, lesz még egy fogtisztítása, lenyomatvétel, és akkor a holnapi nap folyamán fog kapni egy helyben tartó, úgynevezett ilyen, hát mi úgy szoktuk mondani, hogy éjszakai fogszabályzó, vagy igazából a hivatalos neve az a retenciós készülék, és ezt kell majd hordania, hogy nem mozduljanak vissza a fogacskái. Leszedem a fogszabit, először betesszük a szájterpeszt, nyithatod. Oké, picit feszítő érzés lesz, jó, mehet? Uh-huh. Szupi. Itt van, ne csak. Jó, jön a fölsőd. Ne izgulj a fogainak, nem lesz semmi baja. És a felső is. Szuper. Jó, most kapsz a nyálszívót, és leszedem az összes ragasztót, ami a fogadon maradt, jó? Vizd egy kicsit el, próbáld meg innen összehúzni. Igen, szarul, ez egy picit kellemetlen. De az itt se picit, amennyire tudsz. Jó, voltak ilyen kis harapásom előid, azokat most leszedem itt hátul. Tudod, amit föl nem tudtál összeharapni. Felsőnek is kész a fele mindjárt. Szerintem van, jó? Jó, kivesszük a szájterpeszt, és akkor a nehezén túl vagy. Szupi!
Nos, így kerül le a fogszabályzó azoknak a fogairól, akik választottak, és úgy gondolták, hogy megjavítják, vagy egy kicsit rendbe hozzák fogaikat, fogsorukat, hogy a gyönyörű mosoly egyértelmű legyen. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszönöm szépen dr. Csulak Fruzsinának és munkatársainak, hogy ilyen gyönyörű munkát végeztek, és hát tudják, vigyázzanak a fogaikra. Fogas kérdések című műsorunkat látták. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.